Műsorunkban termék megjelenítést hallhatnak. Nos, visszajöttünk, egy kicsit összekeveredtek itt a dolgok. Hát ez egy hétfő. Elnézést kérünk a hallgatóktól is, és természetesen Kovács Balázstól is, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatójától, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége ügyvezető elnökségének tagjától. Ugye ott maradtunk, hogy nem nagyon jönnek vissza azok, akik korábban az ágazatban dolgoztak, mert hogy találtak biztos megélhetést máshol. Egy dolgot azért még mielőtt elengednénk így 26. nekifutásra. Kettőt, ugye, mert szeptember 1-ével életbe lép egy olyan történet, ami még egy kicsit nehezíti is itt az életet. Hát ha nehezíti. Ha nehezíti, de hát miután egy adminisztrációs plusz valami, gondolom nem hiányzott ez annyira. Hát egyáltalán nem, ugye, amire céloztok, ez a úgynevezett vízerendszer vendéginformációs zárt adatbázis, ami kötelező adatszolgáltatást ír elő a szállodák számára, magyarul minden vendégnek az adatait, aki megérkezik a szállodába, rögzíteni kell ebbe a rendszerbe. Ezzel önmagában még nincs baj, inkább azzal van jelenleg problémánk, hogy ez igen megterhelő két szempontból is, egyrészt anyagilag. Tehát van egy beszerzési kényszer, tehát ugye azokat az adatrögzítőket, okmányszkenereket be kell szerezni, amivel a vendég adatait lehet rögzíteni, és ez nem kevés pénz. És beszélünk egy olyan időszakról, ami már eleve anyagilag elég erőteljesen megviselte a szállodákat. Másik oldalon meg a munkaerővel összefüggő probléma ez, hogy azért itt mindenképpen extra emberekre van szükség, hogy ezt az extra adminisztratív terhet ellássák. Arról meg nem is beszélve, hogy azért a jogszabályban vannak, hát nem mondjuk fogalmazunk, hogy nem biztos, hogy életszerű dolgok. Gondolok itt arra, hogy a 0 éves csecsemőnek is, hogyha szállodában akar lenni, akkor személyi igazolvánnyal kell rendelkeznie. Azért az könnyen belátható, hogy Magyarországon ez nem jellemző, hogy kiskorúaknak minden szülő azonnal személyi igazolványt csináltat, ahogy megszületnek. Mi erről természetesen tájékoztatjuk a vendégeket írásban érkezésüket megelőzően, és maradéktalanul próbáljuk a jogszabályban foglaltakat betartani, de azért látni kell, hogy azért ez több oldalról is kemény akadályokat állít a szektor elé. Világos. A másik, és már tényleg az utolsó kérdés, hogy tudtok tervezni, tehát így gazdaságilag? Tehát, hogyha mondjuk ugyan össze az ősz, meg az év hátralévő része, ahogy volt ez a 8-9 jó hónap, ez már egy nullát hozhat, vagy a veszteségeket csökkenti, hogyan képzeljük el, hogy a gazdálkodásotokban ez mennyit tud hozni? Hát 8-9 jó hónapról nem tudunk beszélni, sőt. Ugye vagy 7-7, bocsánat, igen. Inkább azt mondjuk, hogy 8-9 jó 7 volt. Igen, bocsánat, igen, arra gondoltam. És hogyha viccesen akarnék fogalmazni, pont úgy tudunk tervezni, mint az elmúlt 16-7 hónapban, sehogy. Az ember nagyon rövid távon tervez, mert ahhoz van hozzászokva, hogy pillanatok alatt változik a környezet, a jogszabályi előírások. És ahogy erről korábban is beszéltünk, ugye a vendégek se nagyon terveznek előre, kivárnak és az utolsó pillanatban foglalnak. Tehát mi is ezzel így vagyunk, folyamatosan figyeljük a trendeket, és változtatunk. Abban bízunk, hogy az ősz azonban nem hoz komoly lezárásokat, és éppen ezért talán az év végére egy nulla közöli állapotot ki lehet hozni. Ez azonban nagyon pozitívan kell alakuljon az utolsó 4 hónap. Világos. Oké. Okay. Köszönjük szépen, hogy beszélgettünk. Azt hiszem nem leptünk meg ezzel a kis rázós reggelrel. Úgy látom, a működésetekből hozzá vagytok szokva a rögtönzéshez. Köszönjük szépen. Jó munkát, szép napot. Köszönöm szépen. Szervusz. Köszönöm szépen. Szervusztok. Kovács Balázsról, a Danubius Hotel ZRT vezérigazgatójával, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének ügyvezető elnökségének tagjával beszélgettünk.